Olá Gergővel csak az interjú miatt jöttünk be a konditerembe. Hogyan telik számodra a szünet? Tanulással, mert a vizsgálati időszak elkezdődött, és szeretném letudni, mire elkezdjük a felkészülést, én már egy felkészülést, hogy minél több tárgyam meglegyen, utána csak a edzésekkel tudjuk foglalkozni és törődni. Vásárlással és a családdal vagyok. Pici gyerek van nálatok, ő mennyire kap most nagyobb figyelmet, mint amikor szezonban? Hát mindig nagy figyelmet kap, mert igényli. Szóval nem, különösebben most nem kap nagyobb figyelmet azért, mert szünet van. Mindig ugyanúgy odafigyelünk rá, szóval nagyon szeretjük. Tehát azért minden nap neki ugyanolyan, mint a karácsony lenne. És hogyan telik nagy családi körben, vagy szűk családi körben az ünnep? Hát első nap édesanyikámnál töltöttünk, voltunk. Második nap, karácsony második napján feleségem szüleinél, harmadik nap meg utána 26-án már együtt vagyunk a család, feleségem, kisfiam is én. És egyébként milyen állapotban vagy? Jó állapotban érzem magam. Hát, amik vannak, azt meg kell csinálni, kaptuk edzéstervet. Ezt nyilván azért kaptuk, hogy érkezzék a felkészülés, mindenki olyan állapotban legyen, hogy ne legyenek sérülések és ne legyenek probléma.